Hirdetem a kúria ítéletet. A kúria jogerős ítéletet részben a perköltségre vonatkozó rendelkezésre is kiterjedően hatályon kívül helyezi, az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és az elsőfokú bíróság ítéletében írtak helyett megállapítja, hogy az Alperes a 2011. március 1 és május 1 közötti időszakban a Gyöngyöspatán tartózkodó Szebb Jövőért Polgárért Egyesület a Véderő és a Betyársereg tagjaival szembeni intézkedések elmulasztásával zaklatást valósított meg a gyöngyöspatai roma közösség tagjaival szemben, amivel megsértette az egyenlő bánásmódot, fűződő jogukat. Az Alperest a további hasonló jogsértéstől eltiltja, az elsőfokú bíróság ítéletének az Alperest elégtételadására kötelező rendelkezését helyben adja. Egyebekben a jogerős ítéletet hatályában fenntartja. Kötelezi az Alperest, hogy 15 napon belül fizesse meg a felperesnek 100 000 forint együttes első, másodfokú és felülvizsgálati eljárási költséget. Az ítélet ellen nincs helye felülvizsgálatnak. A szabálysértési gyakorlattal kapcsolatban egyezően az elsőfokú bírósággal megállapítottuk, hogy az Alperes ugyancsak az EBK TV-be ütköző módon közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg, illetőleg zaklatást valósított meg, mert a felperes kellően valószínűsítette, amit az Alperes lényegében nem is nagyon vitatott, hogy a roma közösség tagjaival szemben létszámukhoz képest lényegesen felülreprezentáltan kezdeményezett szabálysértési eljárásokat. Nem önmagában a számarány alapján kell ezt megállapítani, de a valószínűség szintjén, hogy mindenféle apró cseprő vétségek esetén, már most nem bünteti jogi értelemben vett vétségek, apró cseprő kisiklások esetén kezdeményezett szabálysértési eljárást, ezzel szemben a lényegesen nagyobb számú nem roma lakosokkal szemben, holott a valószínűség szintjén nyilvánvalóan nagyobb arányban követnek el apróbb, cseprőbb szabálysértéseket, nem kezdeményezett szabálysértési eljárásokat. Ez megállapíthatóvá teszi ugyancsak az zaklatást, illetőleg a hátrányos megkülönböztetést. Mindezekkel az Alperes megsértette a gyöngyöspatai roma közösség személyhez fűződő jogát. Ennek megállapítását a felperes a PTK 84 szakasz egybekezdés A pontja alapján megalapozottan kérte.